No, hát akkor jó estét kívánok, sziasztok! Köszöntök mindenkit, ez most a Kalandok a Raktárban 5. előadása, és a mai alkalommal az amnézia és emlékezet, illetve a fényképnek az összefüggéseiről lesz szó. Mindezt megpróbálom beleágyazni egy ilyen közép-európai gondolatiság, közép-európai eszme kontextusában. Megosztom a vetítést, az első fél órában, de inkább 45 percben én fogok szerintem beszélni, és utána pedig lesz lehetőség kérdezni is, illetve hozzászólni. Nem tudom, hogy látható-e a megosztás, úgy tűnik. Igen. Jó. Tehát akkor nagyjából el is kezdem, nem húzom tovább az időt. Ugye, hogyha ezzel nyitnám az előadást, azt hiszem, a háború, azt hiszem, az kavart össze bennünk mindent. Ez az idézet, ez származhatna akár Lengyel Péter, akár Nádas Péter, de akár Zébald Henrikből, és még további szerzők életművéből is. Történetesen Mészöly Miklós az Atléta halálában című művében szerepel. A második világháború úgy gondolom, hogy egy olyan töréspont az egész világ, de legfőképpen Európa és az európai kultúra számára, amely minden országnak, nemzetnek, népnek máig feldolgozhatatlan traumákat okozott, természetesen eltérő mértékben és módokon. Ezen belül Közép-Európa térségében és Közép-Európa kis nemzetei, nemzetiségei számára egy töréspont következményei hasonló sorstörténeteket eredményeztek, mind politikai, nemzeti, társadalmi léptékekben, mind pedig az egyes embereknek a szintjén. Ugye ez az a térség, ahol a 19. század második felétől felívelően a 20. század első felére vagy első felében egy olyan polgári, városias életmód alakult ki olyan szellemi, kulturális, művészeti javakkal, és olyan eszmék és irányzatok váltak utolérhetővé, vagy elérhetővé, amelyek mindig is tulajdonképpen a nyugathoz tartozás igyekezetét mutatták, és most ezek a javak, mindez az európaiság, ami tehát így társadalmi, politikai, szellemi, ideológiai szinten itt a 20. század első felében megvalósult. Ezek ezt a vágyálmot, hogy az Európához tartozzunk, a nyugathoz tartozzunk, már-már beteljesítették. Hát természetesen nem teljesen, hiszen ezt a lemaradottságot, ezt nehéz lenne leküzdeni, vagy eltüntetni. És az is nagyon fontos, hogy ennek a nyugathoz tartozásnak a lehetőségéhez hozzátartozik az is, hogy felismerjük, vagy felismerik Közép-Európának ezt az úgynevezett komp helyzetét, ami ugye Adi ismert eszéjéből a kompország metaforával jellemezhető. Ennek a szellemi, kulturális felfutásnak a hátterét a magyarokat érintően ugye az osztrák-magyar monarchia adja, majd az első világháború után némileg leszálló ágban a Horthy korszak. És mindez az időszak hozzájárult a sok nemzetiségű állam, és ide érthetjük ugye a különböző mértékben asszimilálódott zsidóságot is. Tehát, hogy ez a sok nemzetiségű állam ezzel a kulturális, szellemi felfutással kialakíthatott olyan kollektív, nemzeti, etnikai
identitásformákat és identitástudatokat, amelyeknek az összmunkája termékeny kölcsönhatásokat eredményezett, természetesen ugyanakkor óriási feszültségeket is ugyanezen a szintéren. Tehát egy roppant törékeny, de sokszínű vallási, eszmei, ideológiai pluralitás élt itt együtt a II. Világháború előtt. És ez sokarcúságból adódik egy skill, egy előny, a szintetizáló képesség, tehát a közép-európai kis népeknek a szintetizáló, illetve mindenre nyitott, beolvasztó képessége, de ugyanakkor ez a közép-európai tapasztalat, vagy ezt a közép-európai tapasztalatot jellemzi a törékenység és az átmenetiség tapasztalata. Mindezt azért fontos talán elmondani, hogy mi volt itt a II. Világháború előtt, mert hogy mindebből az adódott, hogy a II. Világháborút megelőzően valamiféle értékrenddel, történelem és identitás tudattal rendelkezhettek az itt élő emberek, a családi történelmi hagyomány élő formái, kapaszkodói elérhetőek voltak, és ezek még a úgymond nyilvánosságban, vagy a politikai nyilvánosságban is jelen voltak, megmutatkozhattak. Mindezeket a hagyományként értelmezhető vallási, etnikai, politikai, szellemi kötődésként értelmezhető mentalitás és identitás formákat nem csak az erősödő fasizmus, majd a háború és a holokauszt törte szilánkokra, hanem ezeknek a romjait a szovjet uralom alatt álló kommunista diktatúra törölt el végleg, amely egy olyan amnéziába, feledésbe veszélytő emlékezetpolitikát gyakorolt, ami ezt a megsemmisítést tulajdonképpen végrehajtotta. A háború előtt, de leginkább a háború éveiben született nemzedékek tagjai, háború idején született nemzedékek tagjai felnövekedvén, ugye nagyjából a 60-as, 70-es években eszméltek magukra, és saját nemzedékük és önmaguk identitás vesztettségével szembesülnek, és rálátnak saját sorstalanságukra, illetve arra, hogy a saját sorstalanságuk és az államhatalom által kreált hamis és fikcionalizált, vagy ha élesebben akarok fogalmazni, eltitkolt és elhazudott történelemkép között mekkora szakadék tátong. Ugye közben pedig ez az államhatalom leginkább a jövőre irányuló ilyen utopikus tudat megszilárdítását szorgalmazta, és mindez az ideológiailag, retorikailag simára csiszolt, lekerekített múlttörténet, ez az irodalomra is olyan hatással volt, hogy a nyelvvel, a történetek elbeszélhetőségével kapcsolatban alkotói bizonytalanságokat, kételyeket is előhívott, és mindezeket az irodalommal, a szocialista-realista elbeszéléssel szembeni, hogy mondjam, kételyeket is oda helyezhetjük az identitás vesztettség tapasztalata mellé. Ugyanakkor azt is tudni kell, amiben most nem megyek bele, mert túlságosan elméleti, de hogy a történelemtudomány elméleti része azért különbséget tesz történetírás és emlékezet között, illetve a kollektív emlékezet fogalma szintén érdekes járulékkal társítható ehhez a gondolathoz. Ugyanakkor ezek az elméleti közelítések
az akkori hazug történelemképen és az árván családi emlékezet nélkül maradt nemzedékek identitásválságán ezek a fogalmi distinkciók már nem sokat segítenek számunkra. Egyik irodalmár társam, Nemes Mário ír a világról részletek kapcsán a háború idején született alkotók léttörténeti kríziséről, ugyanis Zébald, V.G. Zébald, német származású angol író, 44-es születésű, Nádas Péter pedig 42-ben született, ezt az összefüggést vizsgálja írásában Nemezé Mário, és azt mondja, hogy egyiküknek sincsenek valós élményeik a háború előttről. A születésük és a saját idejük, az pedig, és a felnövekedésük, életútjuk, az pedig elválaszthatatlan, vagy ha dramatizálni akarom, akkor tragikusan összeforrott a második világháborúval, az idő elválaszthatatlan, így az idő megbomlásának krízisétől, és tulajdonképpen az okozza náluk ezt a szinoptikus látásmódot, hogy a különböző múltbeli idősíkok, azok ilyen mellérendelő szerkezetszerűen kerülnek egymás mellé, nem okokozatiként, nem hierarchizált idősíkokként, hiszen a múlt eseményeit ők a pusztulás felől nézik, és nem létezik számukra katasztrófa előtti idő. Tehát azért ez egy érdekes időszemléletet, vagy időtapasztalatot mutat rögtön. Ezért válik nagyon fontossá a Nádas Péter Világló részletek című óriás memoáriában, amely ugye 2016-ban, vagy 2017-ben jelent meg, a Margit híd felrobbantása az ostrom idején, és nem csak maga az esemény, hanem a szó, ami a kisgyerek számára, ugye az akkor egy-két, mondjuk két éves, két és fél éves kisfiú számára az értelemellenes, der Brückenkopf, azaz hídfő szó idegenségének idegensége, hogy becsapódik a gyermeki tudatba. Nézzük meg ezt az idézetet. Der Brückenkopf ordították egymásnak a menekülő oldalkocsis motorjaikba ugráló nácik. Már 4 évesen elteltem a szavakkal, a hangzással, a gesztusokkal, a rohanó folyó látványával, a sűrű, sárgás-szürke emulzió hatalmas tömegének sebességével és roppant erejének tudatával. Mindent elragad. Ez a minden, a magam kis mindensége, nem mimetikusan, hanem empatikusan ragadott magával, és kötött le mindörökre. Nem én tettem magamévá a szavakat, az információkat, az emóciókat vagy a jelenségeket, hanem a szavak és a jelenségek sodortak magukkal engem. Tehát itt tulajdonképpen a szó maga is a katasztrófa materiális eleme, tehát nem csupán valamiféle ilyen mimetikus kötek, hanem empatikusan, érzelmileg megragadott és magával ragadó ilyen revelatív mozzanat. A híd pusztulását egyébként az elbeszélő az énvesztésnek a katartikus eseményeként írja le. Észvesztő volt az énvesztés élménye. Az emberénye, azaz tulajdonságainak együttese olyan, mint a föld valamelyes kihűlt vékonyka kérge. Alatta azonban a magma tisztán fizikai birodalma ízik és reng, írja szintén Nádas ugye az emlékezetében. És hát az a furcsa paradoxon áll elő, hogy ez a híd pusztulásával együtt járó, ilyen szimbolikusan, vagy a híd szimbolikus pusztulása együtt jár az énvesztés katartikus élményével, és ez paradox módon az elbeszélő én
önérzékelésének kezdete, alapító pillanata is. De a háború alatt általi születés alakzata Lengyel Péter életművét, viszonyulását is meghatározza. Lengyel Péter 39. szeptember 4-én születik, és az a regénye, amivel ma fogunk foglalkozni, a Cseréptörés, ennek hőse pedig egyenesen, hát a téma kiélezése érdekében egyenesen szeptember 1-én született. Tehát ez a regényben, ez a születés szintén kitüntetett figyelmet kap, ráadásul egy az apai fényképeken túl felidézett fénykép által, amely a II. Világháború kitörését dokumentálja. A főhős gyerekkorában talál egy német, megtalálja egy német acélsisaknak a darabját, és ez szinte ilyen pluszti módon hívja elő a közismert fénykép látványát. Te is találkozhattál még azzal a fényképfelvétellel, amely a II. Világháború első mozdulatát rögzíti. Német katonák borítják fel rajta a Danzig lengyel határsorompót. A Danzigi koridornál így hívják a történelemkönyvekben azt a helyet. Egész sor katona látható hátulról fényképezve, végig a sorompó mellett, karoló mozdulattal emelik, a tövénél, mintha sűrűben állnának. A csíkos sorompórút félig fölemelve, félig oldalt döntve. Látható még egy német tiszt, német puskák, és talán az ellenhatás kedvéért egy szál lengyel katona, tanástalanul, meg a lengyel sorompóőr csíkos faházikója. Jól látni a német katonák lendületét, amelyel meg se állnak majd, amíg 50 millió halott nincs. Abból 10 millió a német. 1939. szeptember 1-én készült a felvétel. És ezen jól kivehető a rohamsisakok felhajló pereme. Őrzi ezt a hajlást a recehártyánk későbbi náci csapatbevonulásokból is, a megszállásból 44 márciusából és a megszálláson belüli megszállásból októberből, ahogy őrzi 39-ből a lengyeleké, 1940-ből a dánoké. Tehát felidézi Lengyel ezt a sajtóból ismert fotót, amit meg is lehet találni, itt csak egy részletét mutatom, az ugye az emlegetett őrbódé nem igazán látszik, viszont ezeknek a sisakoknak valóban ez a pereme, még ezen a hát viszonylag régi fotográfián is kivehető. Tehát azt lehet mondani, hogy ezt a háború általi születés alakzatát a Cseréptörés még Nádas művénél is explicitebben, egyértelműbben tárja fel, és itt a hiányzó identitás traumáját az fokozza, vagy növeli, hogy a főszereplő édesapja Donkanyarban fogságba esett, és örökre eltűnt, így a néhány éves gyerek emlékezetéből is értelemszerűen kihullott. De a pusztulás időszakában született nemzedék árvaság tapasztalata közös sorsként mutatkozik, hát Közép-Európában elsősorban, de nyilván egész Európában. Például lehet említeni, már emlegettem Zébádnak a Austerlitz című regényét, de említhetem Henrik Böll szintén ebben az időszakban készült Csoportkép hölgyel című regényét is. Ugye ezután kapja meg Henrik Böll a Nobel-díjat, a háború után az első német szerző, aki 72-ben megkapja az irodalmi Nobel-díjat. És ugye a Henrik Böll, tehát Böll regényében, a Csoportkép hölgye című műben a főhősnek, Léninek születik egy fiú, aki nagyon emblematikusan szintén Köln lebombázásának napján látja meg a napvilágot a temető kriptájában. Tehát ugye ez a
halálra ítélt nemzedéknek egy elég szimbolikus együttállását érzékelteti itt. Ennek az identitás vesztettségnek a tapasztalatát, ami a nemzedékre jellemző, a cseréptörés felütésének hiánylistája fogja össze, ami egyébként a Szinopszis helyett című fejezetben áll, és ez már ennek a történetnek a végpontjából megírt szinopszis. Bárány János, hát ő a főhős, aki egyébként Nagy János néven nevelkedik, és itt azért emlegetheti már a szerző Bárán Jánosként, mert itt már valamennyire visszaszerezte ezt az elveszett identitást, és így tulajdonképpen már az önazonos, az eredeti nevét is visszakapta. Bárány János nem ismerte az apját, nem ismerte a saját életét sem. Nem az övé volt az arca, nem alakult ki a kézírása. Nem volt beszélő viszonyban az anyjával. Úgy festett a dolog 28 éves korában, az, hogy ő van, még egyáltalán nem eldöntött kérdés. Megfogalmazott és megfogalmazatlan hiányérzetei halmozódtak. Úgy érezte, hogy még nem tett rendet magában. Tehát itt ugye ez a hiánylista nagyon emblematikus jelekkel tárul fel, tehát a névnek a problémáját már feltártam, ami mennyire az identitás része, az arc és a kézírás, amelyek szintén ugye magunkat képviselik, magunk előtt állnak helyt, amelyek nagyon egyediek, nagyon hozzátartoznak a személyiségünkhez. Gondoljatok a mostanában ugye a telefonos, vagy hát mindenféle felismerő, azonosító programokra, az arcfelismerő és az új lenyomat felismerő személyazonosításra, hogy ennyire előre ugorja. Tehát ez az identitás veszteség, ugye ez áll lengyel regényének a középpontjába, és Nádas emléklapjainak is ez adja, hogy mondjam, az apropóját, hogy ez a több ezer oldalas, vagy másfél ezer oldalas mű előálljon, de ugyanígy Mésző Miklós atlétájának középpontjába is a hiányzó élettörténet és a hiányzó identitás áll, amelyet a regény elbeszélője Hildi, Őze Bálint meggyőzve gyűlt szeretője vagy élettársa igyekszik rekonstruálni a rendelkezésére álló információkból, tárgyakból, a férfi által elmesélt, saját múltjáról elmesélt történetekből, illetve a közösen töltött időnek az emlékeiből. Ugye ennek a vállalkozásnak, mármint hogy el tudja mesélni a férfi életét és halálának okait, ennek a vállalkozásnak a képtelensége már a mű első mondataiban felsejlik. Az Állami Sportkiadó valamiféle emlékezés félére kéri fel az elbeszélőt, ne hosszút és főképp ne túlságosan szakszerűt. A sportoló életéről készülő könyv pedig a lírai emlékezés egy versenyen kívüli atlétára alcímmel láthatna majd napvilágot. Hildi azonban a tárgyilagosság és az oknyomozás módszerét választja a líraiassággal szemben, már csak azért is, hogy saját elfogultságát, szubjektivitását, érintettségét háttérbe szorítva minél hitelesebb, pontosabb képet nyújthasson egykori szerelméről. De egyébként az emlékezés és a történetmesélés szubjektivitását nem tudja kiiktatni, és ezzel, hát hogy mondjam, csalódottan szembesül a regény későbbi pontján. Mésző regénye is hordozza tehát azt az ellentétet, amely a hivatalos ideológiai szólamok és az egyén által megélt, megtapasztalt világ között feszül. Ez esetben ugye az Állami Sporthivatal és a sportoló életét közvetlen közelről figyelő nő nézőpontja, szemléletmódja
történet rekonstrukciója között. És Mészőnél mindez a szocialista, realista prózával, elbeszélésmóddal szembeni fenntartásokat is jelzi, hiszen Hildi elutasítja egy lírai emlékezés műfajába simított propagandisztikus legenda, sportlegenda megírását. A 20. század utolsó harmadának prózafordulatát és megelőző, és azt végrehajtó szerzők és műveik a hivatalos kollektív emlékezet és az egyéni emlékezet ellentmondásosságát, összeegyeztethetetlenségét tematizálják leginkább, tehát ezt a feszültséget, és ez a szembenállás, ez a feszültség az elbeszélések, tehát a regények formai szintjén prózapoetikai jegyei által is nyilvánvalóvá válnak, tehát a történet elmondásának nehézségei, a mozaikos szerkesztés, a feltöredezettség, az időkezelés, amiről már egy picit beszéltem, ennek a jegyei. És mindennel kapcsolatban bizalmatlanok, amelyek ezt a nagy történelmi meghamisított narrációra emlékeztetnek, tehát a narráció kisimított elbeszélés formáival szemben bizalmatlanok, sőt kiábrándultak, és az egyéni emlékezetnek a szükségességét szorgalmazzák, a szubjektivitást még mindig inkább hitelesnek gondolják el. Viszont az is nagyon érdekes, hogy ezt a szubjektív egyéni emlékezetet már akinek van és már ahol van, ezeket a bizonyosságok és a biztos pontok megragadása érdekében, illetve hát a hiányzó mozzanatok megragadása érdekében általában valami megszállott nyomozással próbálják megragadni. Tehát, hogy nagyon sok mű ebben az időszakban valamiféle konkrét vagy átvitt értelmű nyomozással jellemezhető, és ezek során a hősök, a szereplők leginkább dokumentumokhoz, tárgyakhoz ragaszkodnak, vagy ezeket kutatják fel, konkrét helyszíneken, helyekben találják meg a múlt bizonyítékértékű nyomait. Ugye Henrik Böll Csoportkép Hölgyel című regénye is folyamatosan bejárja a helyeket, dokumentumokat gyűjt, kvázi nyomozói ilyen tanúvallomásokat, állinterjúkat vesz föl a szereplőitől. De a hiányzó emlékképek meg vagy visszaszerzése leginkább a cseréptörés szereplőjének, illetve a világló részletek írójának létfontosságú késztetése, mert hogy ez a feltétele a saját sors folytathatóságának, egy élettörténet elrendezhetőségének, tehát itt az identitás vesztés, az identitás megtörése, a saját sors képlékenysége és nem értése, az egy ilyen tovább élhetetlen, elrendezhetetlen állapotot generál, és mind a két kulcsfigura a saját kisgyerekkori emlékezetét próbálja visszamenőleg megnyújtani. Tehát olyan tudatalatti képeket, emlékképeket próbálnak felszínre hívni, amelyek ugye nem nagyon közelíthetőek meg az akaratlagos emlékezet segítségével, és érdekes módon mind a két figura, tehát a lengyel főszereplője Bárány János és Nádas Péter is ilyen külső pszichológiai módszerekkel próbálják ezeket a korai emlékképeket a tudat felszínére előhozni.
ezek mellett, vagy mindezekkel együtt az emlékezet és az emlékezés a tárgyalt művek mindegyikében erősen problematikus és erőteljesen reflektált. Mészöly elbeszélőjének, Hildinek ugyanis olyan emlékeket kell elsajátítania, amelyek nem a sajátjai, ahol ott sem volt, amelyeket Bálint mesélt el, szituált, vagy játszott neki el. És ezeknek a Bálint által mesélt emlékeknek, jeleneteknek, ahogy a férfi megrögzötten próbálja a mozdulatokat is utánozni, újra játszatni, már ezeknek a felidézése és elmesélése is nehézségekbe ütközik az atléta halálában. Lengyel Péter szereplője, Bárány János pedig abból a néhány tárgyból próbálja összerakni az apját, ami megmaradt tőle. Nyomozásának az a célja, hogy visszaszerezze az apja életét. A következőt fogom tenni. Megszerzem magamnak az 1943-as évet, és azt a helyet a német-keleti fronton, minden pillanatát és minden centiméterét. Akkor befejeződik számomra is a második világháború. Visszaszerzem az apám életét. Elmegyek vele az útja végéig, a keresésemmel megváltoztatom az úgynevezett tényeket. Akkor már van apám. Hát ez csak elég gyakorlati dolog. És ugye, tehát itt ez a probléma az emlékezettel, hogy az apa alakját kell, a már nem élő apa alakját kell megszerezni. Nádas műve pedig, hát ez a két köteté duzzadó emléklapoknak nevezett kötet, ez pedig kifejezetten az emlékezetet és az emlékezet érzéki tapasztalatát, tetten érhetőségét kutatja. Mivel az érzéki emlékeket egyrészt szépirodalmi képzelettel elegyíti, másrészt fogalmi következetességgel próbálja elemezni, harmadrészt pedig korabeli dokumentumokkal és utólagos terepmunkákkal próbálja ellenőrizni ezeknek a hitelességét, továbbá a családi emlékezetben rögzült változatokkal is összeveti. Tehát az emlékezetet nagyon-nagyon sok oldalról járja körül és támogatja meg, és ő aztán tulajdonképpen, mármint Nádas, sokkal régebbre, születése előtt sokkal régebbre merészkedik vissza az időbe, hiszen a 19. századtól kezdve göngyölíti fel az asszimiláló zsidóságnak a történetét, míg Lengyel Péter a Cseréptörés című művében szóval ez nem értékítélet, hanem ő a két világháború közötti időszakig, az apja fiatal koráig lép vissza az időben. Az is érdekes együttállás, hogy ezekben a művekben a múlt helyszíneinek a felkeresése is nélkülözhetetlen része az emlékezet gyakorlatnak, vagy a múlt rekonstrukciójának. Hildi az atléta kamaszkori lakhelyét, települését, Tardost keresi fel, és a férfi emlékképei alapján azonosítja a helyzeteket. Ből oknyomozó szerzője minden fontosabb helyszínt bejár, ahol vizsgált szereplője Léni a világháború előtt és alatt megfordult. Bárány János pedig ugye a Rasszinszki fogolytáborba utazik. Nádas pedig Franciaországban, Lővernében nyomoz a nagybátyja után, és tulajdonképpen a két utóbbi mű a Zébáltnak a helyszíneket bejáró, mániákusan bejáró oknyomozásaival vethető össze. Ugye a 60-as évektől kezdődően még egy darab bejön ezek mellé a
még egy elem bejön ezek mellé a történet rekonstrukciók közé. Ugye egyre gyakrabban és jelentőségüket tekintve egyre növekvő módon válik a fénykép a művek részévé, amely ugye már a 20. század második felében egyre inkább a hétköznapi ember mindennapjainak a részévé válik, és önmegjelenítésének lehetőségévé és eszközévé is válik. Szeretett tárgyak a valóság bizonyítékának tűnnek, illetve az egyéni emlékezet hordozó felületének. Ugye a fotográfiának van egy ilyen, a fotográfiához egy ilyen valóság tükröző szerep vagy funkció tapad hozzá, de mégis azért érzékeltetnünk, vagy tudnunk kell, hogy a fotónak az emlékezethez való viszonya, és a valósághoz való viszonya, az egy nagyon bonyolult és összetett kérdés, tehát nagyon vitatható a valóság tükröző szerepe. Ebben most nem mennék bele, ebbe az elméleti fejtegetésbe, de az irodalmi műveknek a fénykép használata általában épp ezeket a kérdéseket teszik láthatóvá és problémává, miközben maguk sem tudnak ugye szabadulni a fényképek magával ragadó, a múlt egy megállított pillanatát elénk állító varázsától. Hiszen a hiányzó múltat, valamiféle hiányzó történetet, valamiféle bizonyítékként mutatják, egy igazoló láncszemként, pillanatként tűnnek fel. És hát itt még érdemes belemenni abba a gondolatba is, hogy a fényképek, mint az emlékek helyettesítői, hogyan is viszonyulnak a mentális emlékképekhez. Ugye ezek a mentális emlékképek, ezek egy mulandó, anyagtalan, nagyon sérülékeny, gomolygó, nem fixált képek, és velük szemben a fotó kézzelfoghatónak, megbízhatónak tűnnek, kívülállnak a mi törékenységünkön, bizonytalanságunkon, a maguk médiumában, anyagi hordozójában. És ugye a képek leírói bízhatnak abban, hogy tulajdonképpen a képleírások által rögzíthetik ezeket a múltbeli pillanatokat, a múltbeli eseményeket. Tehát az ekfrázisok, a képleírások ezekben a művekben látszólag ellentartanak az elmosódásnak, a felejtésnek, ami ugye a mentális képeket fenyegeti. Ugyanakkor az is egy érdekes elképzelés, hogy a fénykép éppen az emlékezet eltörlését eredményezi. Az emlékkép helyett már a fénykép rögzül a fejünkben. A rögzített látvány ismételt szemlélése tulajdonképpen kitörli a keret nélküli képlékeny, gomolygó emlékképeket, hiszen akárhányszor a képekre nézünk, ez a kiélesített pillanat az emlékkép helyében nyomul, és végül inkább a képre emlékezünk, nem az emlékre. És ezt a feszültséget Nádas emlékirata részletezi a leginkább, kiegészítve a fogalmi gondolkozás és a nyelv problémájával, ahogy látni fogjuk, de bele is húzok. Nos, tehát mire használják a fotót a tárgyalt művek? Az atléta halálában a fényképek az imaginárius világ reális tárgyai, kellékei, tehát jelen vannak a regény világában, ahogy Lengyel Péternél is. Az atléta halálában több funkciója van a fotóknak. Őze Bálint, az atléta ugye saját múltját, tardosi kamaszkorát élesíti ki, tehát az emlékezet segédeiként működnek a fotók, ezeket a saját
kamaszkorát idézi fel segítségükkel, és azt a különös egyezményt, ami az egy lány és az öt fiú között köttetett. Viszont az ő emlékező ritusait ugye Hildi, a megőzvegyült szerető, vagy szerető, vagy társ írja le, számára a fotók, a fényképek a saját emlékeit helyettesítik, segítségükkel olyan időket és helyszíneket, alakokat láthat Bálint múltjából, amelynek nem volt részese, nem lehetett részese, akiket személyesen nem ismer, és nem lehetnek saját benyomásai, saját mentális képei. Továbbá a férfi halála után a fényképek Bálint helyettesítői is egyben jelenvalóvá teszik őt halálában is. Aztán a férfi a tardosi ötös fogatról, erről a kamaszkori csoportról készült csoportkép, pedig a mű mizenabimjaként is értelmezhető, hiszen ez egy olyan belső vizuális szimbólum, önembléma, amely magába sűríti a történet lényegét, azt a perdöntő kiindulópontot, okot, amelyhez az elbeszélés, a regény hát így megsejteti, hogy hát innen eredeztethető az atléta érthetetlen halála, innen érthető meg Bálint személyes élete, nőkhöz való viszonya, lelkialkatának alakulása, önmagát nem kímélő hajszája, önmagától való menekülése, futása a halál felé, feltehetően innen a tardosi kamaszkor meghatározó eseményeiből eredeztethető. A fényképek Lengyel Péter életében is hiányokat töltenek ki. Hagyatéka az a két fényképalbum, ami apja fotóit tartalmazza. Sajnos abban sincs most idő belemenni, hogy a cseréptörés története elég erőteljesen életrajzi referenciákkal rendelkezik. Valóban Lengyel Péter édesapja Merényi Endre a II. Világháborúban tűnt el, és valóban két albumnyi fénykép maradt utána. A cseréptörés kamaszfiúja a képek nézegetésével, tanulmányozásával az apja látásmódját, és ezzel együtt az apa alakját, személyét próbálja megismerni. A tőle tanultam látni visszatérő tézissel nem csak a fiatal fiú identitásépítésének alapprogramját fogalmazza meg, hanem a fotografikus látás elméleti összefüggéseit, illetve ennek prózapoetikai vonásait is játékba hozza. Akit érdekel ez a fotografikus látás, hogy a fotográfiával a dolgok látásának módja, tehát a látásunk változott meg, ez Susan Sontag fotó elméletében található ez a nagyon-nagyon fontos gondolat. Tehát a fiú nézegeti ezeket az albumokat, ezeket a képeket, és a látni tanulás sikerét, eredményét, a múlt utáni nyomozás haladását érzékelteti a képleírások, az ekfázisok kifejtettsége, részletessége. És mindezek által egy tulajdonképpen sikeresnek nevezhető fejlődéstörténet, és egy már elmondható családtörténet bontakozik ki a cseréptörésben. És a mű utolsó képleírása nagyon érdekes, mert ott már nem kapunk jelzést arról, hogy itt képleírás, fotóleírás történik. Az utolsó képleírás átlépi az ekfázis határait, a fénykép keretei felszámolódnak, elmosódnak, és a fiú, az apa
nézőpontjába, világlátásába belecsúszik, tulajdonképpen belecsúszik a képbe, úgy egyáltalán, és a kép keret eltörlésével az apa életének egy jelenetét írja meg az elbeszélés, oda képzeli tulajdonképpen az apát erre a helyszínre, és ehhez kreál az elbeszélő egy történetet, egy jelenetet. Regénytérré tágítja tulajdonképpen a fotót, jelenetet, történetet ír, és ezt egy elbeszélő váltással is megemeli, mert a harmadik személyű elbeszélés itt egyszerűen belecsúszik tulajdonképpen egy első személyű narrációba, és ezt a belecsúszást, ez a második idézetnek a kevertsége érzékeltetni, tudtam, hogy meg fog eredni az eső, jut eszébe már előbb, a rét végén a ritka bokrok alatt. A kabátom gallériának még nincs esőszaga ebben az első pillanatban. Tehát ezáltal belecsúszik az apa nézőpontjába, az apa figurájába, elsajátítja, megszerzi az apa alakját, és ezzel a lehetséges, legbelső nézőpontig jut, és az időségváltás csavarját is itt forgatja el, itt lép vissza a 30-as évek végére, a látvány, az apa alakja jelenvalóvá, jelenlétté válik a Clotilde palota előtt az esőben a 30-as évek végén. A cseréptörésben, tehát a fényképek segítségével válik megragadhatóvá a hiányzó múlt. Egyébként más szerepe is van Lengyel Péternél a fotóknak, de ebben nincs most időnk belemenni, mert még nagyon szeretnék Nádasnak a világló részleteiről is beszélni. Az az érdekes, hogy bár Nádas az egyetlen tanult fényképész az íróink közül, mármint az emlegetett íróink közül, Nádas úgy gondolja, hogy mindkét művészeti ágat a maga medrében kívánja tartani, ez interjúkból, eszékből derül ki, nem játsza egymásba a kettőt metaforikusan sem, mármint a tevékenységet. A fényképezés és az írás ettől függetlenül azért együttesen kölcsönhatásban van jelen az életműben, ugye ennek a legismertebb darabja a Saját halál című mű. A fényképezéshez való viszony, a fotó esztétikai meglátások a világról részletekben is inkább az ábrázolásmódra, a világlátásra vonatkoztathatóak. Ugyanis a fénykép létmódja, a fényképezés technikája, de leginkább a fény működése a dolgok látásmódjának, a létértésének, a létértelmezésnek a lényegéhez tartoznak Nádasnál. Az emlékezés és a fénykép tematizálása a világló részletekben gyakran érintkezik egymással, hiszen a kettő összefüggései azért is fontosak, mert az első kötetnek az alapproblémája, tehát a világló részletek első kötetének az alapproblémája, az első emlékek előhívásának, az emlékképek megléptének, valóságosságának, mélytudatból való megszerzésének, nyelv és fogalom előtti megléte és kérdése. És az a fő kérdés, hogy ezek a képek, amelyeket mondjuk nagy nehezen előhívunk az emlékezetbe, ezek hogyan ragadhatók meg a nyelv előtti, a fogalmi gondolkodás előtti állapotukban. Tehát a kép az emlékezet miatt válik kitüntetetté, ez az alapja a verbalitás, a fogalmi gondolkodás előtti emlékezetnek. Tehát mindvégig az a kérdés, hogy miként lehet ezeket a nyelv előtti képtöredékeket, világtapasztalatokat megőrizni, és itt már nem csak a gyermeki emlékezetre kell gondolnunk,
hanem a későbbi emlékképekre, a későbbi érzéki benyomásokra is. És hogy hogyan lehet ezeket előhívni, tehát emlékezni, majd közvetíteni, illetve elkülöníteni a család által később elmondott, tehát nyelv által megképzett emlékek, történetek, emlékképeitől, és hogyan lehet ezeknek a történeteknek a hatására megteremtett mentális filmkockáktól, belső képektől megkülönböztetni. Ugye, hogyha mesélnek nekünk egy történetet a saját gyerekkorunkról, mondjuk a szüleink vagy a felmenőink, akkor mi ezt belsőleg képeket alkotunk, elképzeljük ezeket, és ugye ezeket hogy tudjuk később megkülönböztetni a valós emlékképeinktől. Tehát ezek kapcsán a Nádas rengeteg mindenről értekezik a művében, emlékképek és fikciós képek különbségéről, Déli báb kapcsán a látszat optikai valóságáról, a látszat és a valóság egy életen át nyugtalanító kettősségéről. És hát itt most ezt nem olvasom fel, viszont ezt igen, mert hogy ennek kapcsán írja azt, hogy minden igyekezetem ellenére soha nem tudtam rögzíteni, hogy a látszathoz képest mi a valóság. Az a valóság, hogy a valóság egyike a leghomályosabb fogalmainknak. Legalábbis azokon a nyelveken, amelyeken én ismerem. És ez azért nagyon fontos, mert Nádas emlékiratának vagy memoárjának a legfontosabb tapasztalata, vagy a legfontosabb gondolata az értetlenség, a nem értés, és hogy ez nem csak a gyerek elemi tapasztalata, vagy nem csak a gyerek elemi tapasztalataként jelenik meg, hanem ez a tapasztalat, ez teljes létértelemmé tágul a műben, és ez egyben a felnőtt ember tragikusnak is nevezhető tudását, pontosabban nem tudását, nem értését is jelenti. És Radnóti Sándor fogalmazza meg, hogy ez a nem értés a mindennapi szintnél magasabb, történelmi és egzisztenciális nem értés, az emberi nemnek az örök problémája. Arról van szó, hogy a kommunizmus és a fasizmus rémtettei végső soron nem érthetők, a különböző emancipációs törekvés összeomlásai végső soron szintén nem érthetők. És ez a tapasztalat szintén egy olyan közös, közép-európai tapasztalat, amely ott van az atléta érthetetlen halálában, a háborúban született nemzedékek árvasságának ködös tapogatózásában, és ott van Henrik Böll csoportképén is, ahol végső soron majdnem minden látható, kivéve a kép közepén álló főszereplőnek az arca. Tehát ez a közös nemértés és felfoghatatlanság tulajdonképpen ez a közös tapasztalat, amelyeket még a fényképek, a fény által létrehozott, bevilágított fényképek sem tudnak eltörölni. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Ezt próbáltam itt most ugye összehozni nektek, és akkor most itt visszatérek közétek, és kérdezném, hogy hát hogyha kicsit leüllepszik bennetek, amiket itt mondtam, hogy van-e kérdésetek, hozzászólásotok, bármiféle észrevételetek az elhangzottak kapcsolatban. Én csak megosztanám veletek egy élményemet, illetőleg egy tartós élményfolyamomat, amikor én ilyen régi képeket látok, mint például, amikor a német katonák eltávolítják a sorompót Danciknál, de nem mindig az szokott motoszkálni, hogy vajon a képen szereplőkkel később mi lett. És valahányszor ilyen régi képeket látok, ez így mindig át fut rajtam, hogy vajon milyen sorsuk volt.
Hát igen, ugye ezek a kiragadott pillanatok, az akkor és az ottnak a pillanatai, ezek végül is mégiscsak valamilyen módon, ontológiai értelemben valójában a valóságnak a lenyomatai, csak ugye nem teljesen azonosíthatók mégsem a valósággal, hiszen a kép már valamilyen módon kiragad egy pillanatot a fotográfus, hogy mondjam, aktuális döntése alapján keretet szab ennek, egy beállítást, egy nézőpontot választ, de valóban a fotónak ez a varázsa, vagy ez a hatása, hogy a múlthoz, a múlt egy pillanatához csatol bennünket, ez mégiscsak ott megmutatkozik, hiszen ontológiai értelemben mégiscsak valamit megragad a múltból. És ugye az már a te, hogy mondjam, tovább gondolásod, hogy az ott látott figurákhoz megpróbálsz sorsokat, történeteket társítani, és ez szerintem sokunkban működik így, vagy sokunk kapcsolódik ehhez így. Közben itt Panka írta, hogy neki Handke jutott az eszébe, hát gondolom így ez a nyomozó meg dokumentumokból össze összerakott történet, tehát hogy ez a monomániát írja, szóval monomániás szemmel fotózás és leírásnak az egymásra vetülése, és hát tulajdonképpen ennek a, úgy értelmezem, hogy a kitüntetett nézőpontnak, vagy a választott nézőpontnak egyfajta ilyen felszabadító szabadsága. Tehát, hogy ugye azáltal, hogy rögzítem, hogy ez az én nézőpontom, ez már egy csomó mindenre lehetőséget és jogot biztosít számomra, talán erre gondol. Nem tudom, van-e még, azt írja, igen, van-e még esetleg kérdés, vagy észrevétel. Szerintem fantasztikus az az együttállás, vagy együttolvashatóság, ami ezt a nemzedéket, illetve a 70-es évektől kezdődően ezeket a fotós műveket jellemzi, vagy közös szempontok alapján megközelíthetővé teszi, vagy értelmezhetővé teszi. Ugye még nagyon érdekes ebben a sorban a Márton László fotóhasználata az Árnyas főutcában, vagy hát akivel még lehet foglalkozni, vagy érdemes foglalkozni ebben a kérdésben, ő Závada Pálnak a regényei, akár a Fényképész utókora, akár a Természetes fény című nagy regénye, ami szintén a második világháborúban játszódik, és nagyon érdekesen teszi egymás mellé a fotókat, és fut mellette a narráció, de ugye ez már azon ezredfordulós művekhez tartozik, ahol a fotó nem csak leírásokban, tehát képleírásokban szerepel, hanem jelen valóvá, tehát képek is szerepelnek egy ilyen multimediális elrendezésben, és hát Závada végig azzal játszik, hogy hogyan kérdez rá a fotó a szavakra, illetve a történet a képekre, és a kettőnek valahogy ezt a hogy mondjam, hogy azt érzékelteti, hogy egyiknek sincs bizonyítékértéke, hogy mindegyik kikezdhető, és arról, ami ott történt a második világháborúban, arról igazából semmi nem tud hitelesen tanúskodni, vagy hitelesen számot adni. Tehát ez ábrázolhatatlan tulajdonképpen az a borzalom, meg mindaz, ami ott történt. És ugye ez már az esztétikának egy második világháború óta tartó fő kérdése, hogy hogyan lehet
Auschwitz után egyáltalán a művészetben megszólalni, ábrázolni, és hogyan lehet nyelvileg vagy más művészeti ábrázolásmódok segítségével ezeket közvetíteni, ezeket a tapasztalatokat, traumákat, emlékeket. Jó, hát úgy látom, hogy inkább letaglóztalak titeket. Ma nem baj, köszönöm szépen a... Nem te, hanem a téma. Súlyossága, igen, nem te, mert érdekes volt, csak fel kell dolgozni tényleg. Mert az ember olvasott sok ilyen jellegű könyvet, meg hát ugye a fényképek is, amiről a Lajos beszél, én is úgy vagyok vele, hogyha nézegetem ezeket a fényképeket, ugyanez megfordul a fejembe, de így összehasonlítva a kettőt, tehát ehhez kell egy ilyen rálátás, vagy látásmód, ahogy ami a tiéd, vagy... Hát, hogy kimondottan ezzel foglalkoztál, így összeadva, vagy összetéve a kettőt. Ez, amikor az ember olvas egy könyvet, és a sodrásában benne van, akkor nem tud így ilyen szemszögből gondolkodni, és ezért ez most így nagyon érdekes. Hát igen, azért vagyunk mi irodalmárok, hogy legyen valami hasznunk, hogy olyan szempontokat dobjunk be, ami... teljesen egyértelmű, hogy a beleélő olvasással nem feltétlenül, még ha gondolkozunk is utána a művön, nagyon sokszor az elemi, meg az érzelmi tapasztalás az szerintem bele kerül az olvasás élménybe, ami nagyon is rendjén van. Tehát, hogy én nagyon szeretem, és nagyon szeretem, hogyha elérnek ilyen elemi tapasztalatok, mert minél tudatosabban, vagy hogy mondjam, reflektáltabban kell vizsgálnom műveket, annál kevésbé jutok hozzá ezekhez. Vagy hát nem az, hogy kevésbé, hanem nagyon örülök, hogyha felülírja a szubjektív élmény, az érzelmi élmény, a tudatosságot, vagy az irodalmár közelítésmódját. De azért annak is látom hasznát, és amit mondasz, Nelly, hogy közben meg tényleg olyan összefüggések is felállíthatók, amik meg nem biztos, hogy eszünkbe jutnának csak úgy magunktól, vagy hogyha nem vizsgáljuk ezeket ennyire következetesen, vagy összehasonlító módon. És tudatosan, igen. Jó, hát akkor ma egy ilyen rövidebb ülésünk volt, vagyis hát nem rövidebb, mert mindig ennyi az ígéret, csak néha nagyon túlnyúlok rajta. Lesz még két ilyen kaland a raktárban. Hát ma a raktárhoz nem nagyon jutottam el, a fotókhoz igen. Az OSK-nak is van fotótára egyébként, és a honlapon, ilyen alhonlapokon már a bizonyos gyűjteményrészek, fotógyűjtemények elérhetők pont a két világháború közötti időszakból, úgyhogy ha a régi fotókat kedvelitek, akkor ott lehet látni mindenféle érdekességet. Június 2-án pedig a képversekről fogok beszélni, mégpedig egy igencsak régi alkotó, Szenci Molnár Albert képverseitől fogok indulni, és eljutok a kortárs képversekig. Egy ilyen témát fogok még tárgyalni. Na jó, hát köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és mindenkinek további szép estét kívánok.